Suntem la Miercurea Ciuc, în inima țării, în vizită la unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Este vorba de proiectul Parenting Fit for Future, un proiect Grundvig, parteneriate pentru învățare, implementat de Asociația Proeducațione, în parteneriat cu alte 6 instituții europene. Ce își propune proiectul? Să analizeze modul în care noile media pot îmbunătăți contribuția părinților în educarea copiilor lor. Partnereink 5 országból jönnek, 5 európai országból, mint a szülők képzésével, a szülők nevelésével foglalkozó intézmények, Ausztriából, Luxemburgból, Németországból, Svájcból, és az ötödik vagyunk mi, a Proeducazione Egyesület innen Csíksomjóról, Romániából. A szülők képzése nyugaton a gyermekek elleni erőszak megelőzésére, a család védelmére, a válások okozta a fájdalmak és élmek feldolgozására született, és annak a megelőzésére, hogy egyáltalán ez megtörténjen. Kimondottan ilyen részlettémával is tudnak a nyugati partnerek foglalkozni, hogy új médiás eszközök a szülők képzésében. A mi projekt találkozónk leginkább azt mutatja fel, hogy egyáltalán Romániában milyen kísérletek vannak, milyen értékes próbálkozások vannak arra, hogy a szülőkkel foglalkozunk, megszólítsuk, neveljük őket. A projekt célja, hogy külön figyelmet szenteljen az apáknak és a bevándorlóknak, tehát az őket is, és őket mint célcsoportot utolérő programokat segítse, szülőképző programokat. Ezáltal azok a szervezetek, azok a képző szervezetek, akik hozzáférnek a projekt eredményeihez, javíthatják a tevékenységeiket, és megtudhatnak információkat, hogy hatékonyan hogyan tudják beépíteni az új médiás eszközöket a saját képzési programjaikba, mi ennek a rizikója és mi az előnye. Ezért is többször ejtünk szót a projektben magáról a média használatról, új médiás eszközökről. Az Egyesületünk részt vesz egy Zöld Iroda programban is, ami azt jelenti, hogy első lépésben ebben a projektben szembesültünk azzal, hogy hogyan kell egy iroda használatot felülvizsgálni, megnézni azt, hogy miként, tehát természeti erőforrásainkat, anyagi eszközeinket, mindenféle egyéb forrásainkat miként használjuk az irodában, felmérni ezeknek hatását, lenyomatát a mindennapi életben, tehát ez volt az első lépés ennek a projektnek. A Societával való együttműködésünk eredményeként, vagy ennek keretében arra gondoltunk, hogy ezeket az elveket, akciókat lefordítjuk magyar nyelvre is, és mivel mi egy hálózat vagyunk, megpróbáljuk a tagszervezetek körében is terjeszteni, tehát maga ez a gyakorlat, ez tovább menjen további szereplőkhöz, főként a magyar közösségben, tehát hogy ez így tovább gyökerezzen. A szállítás az egy mikrobuszt rendeltünk, ugyancsak helyi vállalkozótól, ő fog minket a kirándulásra is elvinni, és emellett úgy próbáljuk megszervezni a programot, illetve a szabadidős részt, hogy legyen idő egy kis sétára, tehát például a városnézésre is, vagy kint a szabadban is, azért gyalogosan a csoporttal sétálva megyünk ki. A jelenlegi rendezvényünket a Repper 21-jel közösen a Societal programban próbáltuk helyi szinten megszervezni, helyi étteremben fogyasztottuk el újrahasználható esszágokkal, újrahasználható tányérokkal, újrahasználható poharakat használtunk, és a lényeg az, hogy az alapanyagok a környékről származnak, 50 kilométeres körzetből, és helyi tradicionális ételeket készítettünk ezzel, hogy a vendégeket így még jobban el tudjuk káprázni. Am observat că în ultima vreme mai multe organizații, NGO-uri au cam schimbat modul de a comunica cu invitații și acest fapt probabil se datorează cu colaborării cu Societal. Mai toate conferințele și workshop-urile pe care le ținem este să educăm populația, să schimbăm metodele de a trăi, a educa, a dezvolta ceva. Deci dacă noi, cei care participăm la asemenea conferințe, nu putem să o luăm un serios și să schimbă metodele noastre de a lucra și de a trăi, atunci cum putem să cerem de la ceilalți să facă acest lucru. Deci este un rol model ce trebuie urmărit, bineînțeles. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.